A katasztrófavédelem és a tűzoltóság rendszerével és munkájával ismerkedtek a Sárospataki Református Kollégium diákjai és szülei. Az oktatási intézmény családi napján a sátor a Jóújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság mutatta be gépjárműveit, a mentéshez, tűzoltáshoz használt eszközeit. Ráadásul egy imitált lakástűz oltása is a programok között szerepelt. A szakemberek szerint fontos, hogy már fiatal korban megszólítsák a gyerekeket. Szeretnék bemutatni a katasztrófavédelem új rendszerét, szeretnék azt megismertetni, hogy ezen belül a tűzoltóságnak milyen feladatai vannak a mindennapi életben. Ehhez nyújtunk mi számukra elég sok segítséget. A mai napon több gyakorlati feladattal ismerkedhetnének meg. Ezeket igazából a különböző ifjúsági versenyeken hagyományos jelleggel rendezett számokból válogattuk össze. Ezen felül szerettünk volna egy kicsit a mi relikviánkat is itt megmutatni, azon felül pedig szeretnénk egy konyhatüzet is imitálni számukra, ahol igazából megmutatnánk azt, hogy nem szabad konyhatűzben vagy konyhatüzet oltani szakszerűtlenül. Így lesz egy olyan bemutató is, amit igazából akár a idejáró diákok szülei is hasznosíthatnak tapasztalattal. Úgyhogy a mai napon ezt szeretnénk számukra bemutatni. Nyilván ez egy gyakorlati része a mai napnak, és tudomásom szerint elméleti oktatást is fognak tartani számukra, ahol ennek az elméleti hátterét fogják majd bemutatni a diákoknak. Miért tartotta fontosnak azt, hogy csatlakozzanak ehhez a rendezvényhez? A katasztrófavédelem kiemelt feladatként, kiemelt feladatok közé sorolja azt is, hogy az ifjúságnevelésre minél nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Vannak erre itt lehetőségek, hogy megszólítjuk a diákokat, eljárunk oktatásokat tartani az iskolai intézményekbe, diák tűzoltó versenyeket rendezünk, illetve katasztrófavédelmi versenyeket. Általában részt veszünk, mint segítőként az elsősegély versenyeken is, ami azért elég szorosan kapcsolódik ehhez, illetve hát vannak olyan tűzoltó egyesületek is, akik fontosnak tartják az iskolában tanulókat bekapcsolni abba az önkéntes tűzoltó egyesületi rendszerbe, és ez a egyik legjobb, hogy mondjam, lehetősége, hogy ezt végrehajtassuk. Hát azt tudni kell, hogy itt azért a diák tűzoltóságnak elég régi hagyománya van, tehát már 1777-től, amikor is rögzítetten megvan az, hogy itt diákok besegítettek a Sárospataki, illetve a környező települések tűzvédelmébe. Én úgy gondolom, hogy melyik hely lenne az az országban, akik elsőként és hosszú-hosszú éveken keresztül ezt végre is hajtották. Úgyhogy mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy nekünk itt a helyünk, és kivesszük a részét a szervezésbe, a bemutatókba, a rendezésben és minden egyéb másban. Miért fontos megszólítani a fiatalabb korosztályt ezzel a dologgal kapcsolatban? Hát én úgy gondolom, hogy a mindennapi életünk elég sok veszélyt rejt magába, és soha se lehet tudni azt, hogy azon gyerekek, akik valamilyen elméleti, illetve gyakorlati tapasztalatot szereznek ifjúsági korban, tehát serdülő fiatal korában, akkor az a későbbiekben mindenféleképpen, mivel van egy gyakorlati példa előtte, hogy kell és hogy lehet ezeket megoldani, illetve az értékeket megóvni, akkor úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb része, hogy legyen egy minta előttük, amit nekik követniük kell az elkövetkezendő években, és az ő gyerekeiket is majd megpróbálják ebbe az irányba. Ezért szeretnénk, hogyha az önkéntes vonalon is minél több gyermeket, ifjúsági korú gyermeket vagy serdülőt be tudunk venni ebbe a rendszerbe, és ezek a rendezvények azok, ahol meg tudjuk szólítani és meg tudjuk mutatni a mi munkánkat, illetve azokat a különböző szakterületek munkáit, akik még kisegítik a mi beavatkozói munkánkat, legyen ez a katasztrófavédelmi mobil labor, aminek a gépjárműve szintén bemutatásra kerül. Megismerhetik a fecskendőinket, megnézhetik azt, hogy milyen védőöltözetben vannak a tűzoltók, illetve azon technikai felszereléseket, amivel a tűzoltás műszaki mentést végrehajtjuk. Ezért lesz itt műszaki mentőszer, ezért lesz itt gépjármű fecskendő, illetve mint már említettem, ez a katasztrófavédelmi mobil labor, ami kimondottan a veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozást szokta segíteni a mi munkánkban.
Szóval úgy álljunk, hogy ne látszunk, hogy nincs régi szép zárazva. Jó, mi a látás? Mert a légző még ez alá megy, a ruha alá. És ez így felfúvódik, mint egy teknős. Milyen a gyerekeknek a visszajelzése, hogy tetszik nekik ez? Hát én úgy gondolom, hogy bármilyen rendezvényen voltunk, családi napon, vagy különböző falvakban, különböző tűzoltási bemutatókon, műszaki mentési bemutatókon, mindig nagy sikere van ezeknek a rendezvényeknek, és hát ezeket a felkéréseket mi minden alkalommal regisztráljuk, és minden alkalommal kapunk engedélyt arra, hogy népszerűsítsük a mi szakmánkat. Aktívak a gyerekek, és jelentkeznek a nagyobbak önkéntesnek akár? Akkor szokott erőteljesebben ez a mozgalom egy kicsit beindulni, amikor kiírunk versenyeket meghatározott időpontban. Mi mindig Flórián nap környékén szoktunk egy diák tűzoltó versenyt rendezni, és ekkor azért jóval aktívabbak a gyerekek, illetve van egy felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, ahol szintén abban az időpontban, amíg a gyakorlás zajlik, mondhatni minden napi vendégeink a tűzoltóságnak, és ott folyamatosan gyakorolnak, és megpróbálják úgy elsajátítani a feladatok megoldását, hogy abból a későbbiekben, illetve a versenyeken minden nagyobb sikert érjenek el. A diák tűzoltóság Sárospatakon nagy múltra tekint vissza. Elsőként alakult meg a Refiben is a tűzoltócsapat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen katasztrófa védelmi tűzoltónapot rendezzünk, mert a Sárospataki Református Kollégiumban a tűzoltó diákság munkájának nagyon komoly múltja van, és számos emlékünk maradt fenn. A Sárospatak városába tulajdonképpen a tűzoltó munkálatokat először a céhek végezték, és az 1531-be megalakult iskola ebbe a munkába kapcsolódott bele. Már Rákóczi Györgynek, első Rákóczi Györgynek a törvényei is tartalmazzák azt, hogy a kollégiumba mindig éjjeli őröket jelöltek ki a diákság közül. Ezek voltak az úgynevezett kusztoszok, vagy vigilek, akik őrködtek éjszaka, hogy tűz esetén föl tudják a kollégiumot verni, illetve hát a diákságot költeni. A 18. században már nagyon komoly egyesületük volt, ezt 1777-re tehetjük, és tulajdonképpen már akkor írásos anyag is összegyűlt, illetve nagyon sok maradt meg levéltárunkba, ahol a város maga is megköszöni a diák tűzoltóságnak a munkáját. A 19. század vége volt az országszerte, hogy megalakultak az önkéntes tűzoltó egyletek, és így történt ez itt Sárospatakon is. 1880-ból van meg az önkéntes diák tűzoltó egyesületünknek az alapszabálya, jegyzőkönyve, és ami nagy dolog számunkra, hogy a tűzoltó kocsijukat is megőrizte a kollégium, és ezt most ki is állítottuk, és a régi felszerelésekkel, tárgyakkal együtt. Azon kívül maga a tűzoltóságnak a munkája egészen folyamatos volt az államosításig, 1952-ig, és onnantól kezdve pedig bekerült a múzeumi gyűjteménybe ez a nagyon értékes tárgyi anyag. Amire még nagyon fontos emlékeznünk, hogy 1914-ben herceg Windisgrécz Lajosné készítetett és adományozott a Sárospataki önkéntes diák tűzoltó egyletnek egy csodálatosan szép zászlót. És a tűzoltó jelkép tárgyakon kívül az a szöveg van rajta, hogy előre másokért. Most ez a önzetlen, másokért való szolgálat, a szegény családoknak, így mondhatnám, hogy a Sárospatak és Sárospatak vonzás körzetében lakó szegény parasságnak a nátfedeles házait is sok esetben védték a diákok, a városi tűzoltóság, és ezek az emléktárgyak külön értéket képviselnek számunkra. Azon kívül kiállítottuk Juhász Péter
tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnoknak a gyűjteményét. Ezek különféle tűzoltó kocsik makettjei, illetve egyenruházat, szolgálati ruházat. Hát ezt is nagyon nagy örömmel fogadtuk el, és hogy állítottuk ki. Még talán annyit, hogy délelőtt 10 órától 1 óráig a Sátoraljaújhelyi önkéntes, a Sátoraljaújhelyi tűzoltó csapat fog gyakorlatokat bemutatni, hát illetve a tűzoltó kocsikat magukat, és délután pedig egy általános iskolai osztály jön múzeumpedagógiai foglalkozásra. Bemutatjuk erre az alkalomra készített munkafüzetünket, amiben fényképanyag, tűzoltó induló szövege, azon kívül feladatsor, tehát vetélkedő is lesz, és a diák tűzoltóság története található, és ezek a diákok szintén ezekkel a tárgyakkal megismerkedhetnek. Miért pont egy családi nap keretén belül ismertetik meg a gyerekeket és akár a felnőtteket is ezekkel a fontos dolgokkal? Miért pont egy családi napot szerveztek? Hát fontosnak tartjuk azt, hogy több korosztály vegyen részt ezen a családi napon. A múzeumi nap az teljesen más jellegű és rövidebb időtartamú. A családi napos rendezvényünk az ugye 10 órától délután 4 óráig tart, és ez alatt az idő alatt több mindent be lehet mutatni, foglalkozásokat be lehet iktatni, pavilonokat, különféle gyakorlati elemeket, amit maguk a tűzoltók fognak bemutatni, akiknek a munkáját nagyon-nagyon megköszönöm, mert valóban nagyon önzetlen és segítőkész szándékkal találkoztunk. A gyerekek érdeklődőek szoktak-e lenni, felkelti a figyelmüket az itt a látottak? Mindenkor nagyon érdeklődőek, kicsiktől kezdve egészen a idős korig, ha így mondhatjuk, és tulajdonképpen mindannyiunkat érint a tűzvédelem és a katasztrófavédelem. Gondoljunk itt akár az erdőtüzekre, vagy egyszerűen egy konyhatűzre, tehát hogy azt hogy tudjuk eloltani. Tehát fontos az, hogy kisgyerekkortól a gyerekek úgy legyenek nevelve, hogy környezetüket védjék, odafigyeljenek. Amikor eldobnak a diákok is akár egy cigarettacsikket, vagy bármit, hogy tudjuk azt a televízióból is, hogy Kaliforniában, Görögországban micsoda erdőtűzek tombolnak, és nagyon kell védenünk a környezetünket, az egész természetet, ami körülöttünk van. Tehát ez nagyon fontos, a céltudatos nevelés ennek. Sok kisgyerek álma, hogy tűzoltó lesz. Ha az álmok 10 éves korukra szét is foszlanak, egy tűzoltó autó látványa a lehetőség, hogy testközelből megtekinthető, tanulmányozható a felszerelése, még ekkor is felkelti a fiatalok érdeklődését, kíváncsiságát. Így volt ez a sárospataki gimnazisták esetében is. Nem szeretnék ezzel foglalkozni, tehát nem ezek a továbbtanulási vágyaim, viszont szerintem nagyon fontos, ha manapság az ember tudja, hogy működnek az ilyenek, és esetleg, hogyha katasztrófa van, akkor mint civil úgy tud segíteni ezeknek a szakembereknek a segítségében. Nem szeretnék ezzel foglalkozni, de nagyon érdekes és nagyon fontos is, főleg ezen a környéken is ugye a Bodrog közelsége miatt, az éve is volt egy nagy árvíz, és hát ugye úgymond a mi biztonságunkat biztosítja egy ilyen autó, és fontos, hogy azért valamilyen szinten tudjuk, hogy működnek. Az iskolai tűzoltóságnak a megalakulását azt én is támogatnám, és én is kipróbálnám, és akkor biztos jobban, akkor lehet, hogy még jobban érdekel, akkor még lehet, hogy be tudnék kapcsolódni a katasztrófa védelembe később, úgyhogy annak örülnék, hogyha majd újraindulna az iskolában. Mi a véleményetek? Akkor fontos egy ilyen rendezvények a megszervezése, vagy inkább hanyagolható lenne?
Szerintem rendkívül fontos, mert sokan nem tudják, hogy kell egyáltalán hívni a tűzoltókat, vagy milyen eseteknél kell rájuk számítani, és nagyon fontos az, hogy tisztában legyenek ilyen alapismeretekkel az emberek. Ez a legfontosabb szerintem. Szerintem is nagyon fontos, hát ugye nem is más miatt, hanem saját maguk miatt. Ugye az emberek hívnák saját magukhoz, hogyha, vagy esetleg szomszédhoz, vagy máshoz egy ilyen esethez is, ezért is. Hát szerintem is fontos, hogy megismerjék a diákok, hogy hogyan működik a tűzoltóság, meg hogy hát ugye persze ezzel is lehet a lelkesedőséget fokozni, meg így kaphatnak kedvet hozzá, hogy ők is beléphessenek ilyen alkulatokba, illetve hogy gondolkozzanak rajta. A Sárospataki Kisrafiben már alsó tagozatban tantárgyi keretek között ismerkednek a gyerekek azoknak az embereknek a munkájával, kik mások megmentésének szentelik életüket. Nekünk az általános iskolában tananyaként is szerepel a gyors segítséget nyújtó foglalkozású embereknek a munkájának a megismerése, a hozzájuk tartozó eszközöknek is a megfigyelése, és én úgy gondolom a mindennapi életben ezek az emberek nagyon-nagyon sok életet mentenek, elsősorban életmentés, másodszorban pedig az anyagi javaknak a mentése is, és hogy a gyerekek, ha itt megfigyelhetik ezeket az eszközöket, beszélhetnek a tűzoltókkal, még jobban megismerkednek azzal a nagyon-nagyon fontos életmentő tevékenységgel, amivel egyébként, hogyha nem vehetnénk részt ilyen bemutatón, akkor csak a tankönyv lapjaiban, vagy ne adj Isten, épp egy élethelyzetben ismerkednének meg első látásra. Mit gondol, miért hasznos már a legfiatalabb korosztályt is megtanítani ezekre is, ezekre a dolgokra? Azért fontos, mert bármikor előfordulhat bármelyikünk életében olyan pillanat, amikor lehet, hogy pont egy kisgyerek lesz az, aki észleli azt a tüzet, és neki fontos dolog, hogy tudja, hogy kihez fordulhat segítségért, és amikor az általános iskolába tanuljuk környezetismeret órán, hogy az életmentő foglalkozású embereket milyen telefonszámon érhetjük utol, és hogyan és mi módon közölhetik, hogyha bármilyen olyan baleseti helyszínnel találkoznak, vagy baleseten vannak, akár ők részeseiként is, vagy pedig tüzet észlelnek, akkor tudják, hogy hova fordulhatnak segítségért, és hogy mi az a fontos dolog, amit el kell nekik mondani egy-egy eset kapcsán. Erre is van lehetőségünk iskolában tanítási óra keretén belül, hogy ilyen telefonálásokat is gyakoroltassunk a gyerekekkel. Hogy érzik magukat a gyerekek? Milyenek a visszajelzések? Nagyon-nagyon jól érzik magukat, ezt lehet látni a felvételekből is, gondolom majd. És nem első alkalommal vagyunk már ilyen bemutatón, hiszen tavaly, amikor Sátoraljaújhelyben jártunk, egyik állomás helyünk volt, ahol a tűzoltóságon megnéztük a tűzoltókat, és fölkerestük őket, amikor a Szent Flórián napi rendezvény volt a városban. Meglepő volt, egy nagyon kis növésű, alacsony, vékony fizikumú kislány, kis fizikumú kislány volt az, aki a tavalyi tapasztalat és a tavalyi élmény alapján azt mondta, hogy hát ő tűzoltó szeretne lenni. A katasztrófavédelmi és családi nap fénypontja a Sátoraljaújhelyi tűzoltók bemutatója volt, melynek keretében a szakemberek egy imitált lakástűzön keresztül szemléltették, hogy hogyan kell helyesen és helytelenül beavatkozni egy ilyen esetben. A bemutató mellett azonban a gyerekek valamennyi programban szívesen bekapcsolódtak, így a rendezvény elérte célját. A diákok az elméleti ismeretek megszerzése mellett a szakemberek közreműködésével gyakorlati tudásukat is bővíthették.